No, megyünk tovább, kultúrával megyünk tovább, mert elkezdtük a beszélgetést Bán Teodórával, jó reggelt kívánok, és Szilágyi Csengével. Jó reggelt. Mert hogy minden, ami a Margit-szigeti színház életében most zajlani fog, az mindent el fognak nekünk mondani a vendégeink. Például a kabaréról is, a musicalről. De ugye éppen azt említetted a beszélgetésünk hivatalos megkezdése előtt, hogy fantasztikus koncerten, Rózsi koncerten vagytok túl, és akkor azért említsd ezt meg, szerintem, hogy kedvet csináljunk annak, hogy na gyerünk, most már eddig zárva volt minden, itt van a lehetőség. Ugye eddig volt, aki arról panaszkodott, hogy félházzal mennek az előadások, de akkor meg, hogy nem fogynak a jegyek. Igen, nem így történik. Én azt gondolom, hogy mi különleges lehetőséget kaptunk avval egyrészt, hogy nyári színház szabadtéren működünk, és itt sokkal bátrabbak az emberek. Tehát mi azért június 3-tól mostanáig azért nagyon sok bemutatón koncerten túl vagyunk, és hát bizony azért az nálunk jóval 50% fölött volt. Nem érjük el egyébként az előző évek, tehát a 19-18-as éveknél, ahol majdnem 100%-kal működtünk, mert a külföldiek azért hiányoznak valószínűleg, de én azt látom, hogy az érdeklődés az komoly és nagy, és éppen említettük, de hát a Puskás Musicalen, a Nemzeti Filharmonikusok nagy koncertjén vagyunk túl külföldi vendégekkel, a nyitásunknak a nagy koncertjén, azok a könnyűzenei koncertek pedig egy kicsit még színesít, így az opera, a musical és egyéb bemutatók között, ami többek között a musical bemutatók között most a következő majd a kabaré lesz, amit 9-én és 10-én mutatunk be, de most egy ilyen hármas csokor van, most lement a Demién, jön a Budapest Klezmer Band holnap, és a Dés koncert jön majd 4-én, és ezt követően érkezik majd újra nagy szcenírozat. Tehát végül is a Margit-szigeti Színház elsősorban a nagy előadásoknak a helyszíne, de beváltak a könnyűzenék is, nyitottuk egy kicsit tágabbra a kapukat, műfaji tekintetben is, úgyhogy a közönség azt gondolom, hogy ezt nekünk most itt meg is hálálja. És hát ugye a Liza Minnelli nyomdokain a kabaréba, ez nehéz vagy könnyű, amikor tényleg egy ilyen nagyon klasszikus darabban kell játszani? Hát igazság szerint pont a nagypapámmal beszélgettem, amikor meghallottam, hogy ezt a szerepet fogom játszani, és ő mondta azt, hogy hát a Liza Minnellihez fognak hasonlítani, és hogy ez milyen nehéz. Aztán elkezdtünk beszélgetni, és kérdezte, hogy de hát angolul vagy magyarul énekled a szövegeket, és akkor mondtam, hogy hát természetesen magyarul. Ja, de hát Liza Minnelli nem magyarul énekelte, úgyhogy tulajdonképpen ez, én nem szoktam soha azzal foglalkozni, hogy előttem milyen szerepet kijátszott el. Legyen ez egy filmadaptáció, vagy éppen a Víg Színházban az elődeim után, hogy hanyadjára veszünk elő egy darabot, hanem mindig a szereppel foglalkozom, és a zenés dolgokat vagy darabokat is próbálom prózai szerepként értelmezni. Uh-huh. És meg se nézed az előzményeket? Vagy de természetesen láttam a filmet, és láttam már pár kabaré előadást, de ezektől azt hiszem, hogy egy próba folyamat alatt teljesen el lehet vonatkoztatni. Uh-huh. Igen. Majd szeretnénk arról is kérdezni, hogy mennyivel más felkészülést igénye, technikát, nem tudom, az ember ilyen szabadtéren énekel, nem kőszem. Azt szokták mondani általában művészek, hogy van jelentős különbség, de még azért Teodóra azt mondjuk el, hogy mi az a repertoár, amiben most nem fogod tudni úgysem felsorolni. De. Jó. De akkor jó. Egy kicsit meg kell nyújtani. Igen. Valószínűleg. Jó, de hogy amivel az egészen biztos, hogy következő időszakban találkozunk, vagy találkozhatunk nálatok. Egészen biztos, hogy igaz, de egyébként a kabaréra még azért 55 éve mutatták be a Broadway-n, és 72-ben volt a film. És azért mégiscsak egy ikonikus musicalről, egy történetről beszélünk, az Isten veled Berlin könyv alapján készült, és egy nagyon szomorú időszaknak, történelmi kornak a lenyomata, amit sok-sok dallal, meg sztorival, történettel, végül is azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy jelen van a színpadon, és nincs talán olyan színház, ami nem veszi előutóbb ezt a darabot. És ugye Béres Attila rendezésében érkezik, nem először rendezi ő sem egyébként, tehát jellemzően a próbára teszi valószínűleg ez a, illetve talán kihívás is, hogy újra és újra megrendez, mert valami benne marad a rendezőkbe, hiszen nagyon sokat lehet erről a történelmi korról, azt gondolom különböző szempontok szerint, aspektusok szerint is egy rendezésbe bevinni. Az, hogy a Margit-szigetre kerül, ez pedig azért nagyon érdekes, és hogy mi a különbség a játékban. Tehát sokkal nagyobb a tér. Egy kőszínházban közelebb van a közönség, bár egyébként a Margit-sziget nagyon jó adottságokkal rendelkezik, tehát van egyfajta olyan atmoszférája, hogy nem válik le a nézőtér a
a színpadról, de itt a gesztusok tekintetében, a hangosítás tekintetében, a táncok, a létszám, a díszlet, a mozgások, mindenben más a színház. Ez és egy gyönyörűen kiteljesedik egyébként egy ilyen nagy térben. Hosszabb próba folyamat is, vagy épp, hogy rövidebb, mert mindenki annyi felé van nyáron, hogy össze kell sűríteni? Hát mi, nekünk ebből volt most egy előbemutatónk, egy zárt körű a színházban, és most tulajdonképpen egy hét alatt újítjuk azt fel, és pakoljuk úgymond át a Margit-szigetre. Azért ez egy gyors munka. Igen, akkor... gyors lesz. Meg először érkezik ki a Margit-szigetre a Víg Színház, most igen. Rudolf Péter az igazgató, aki most újra pályázik, ha jól tudom, az igazgatói posztra, és egyébként én nagyon örülök neki, hogy sikerült, hiszen egy nagyon jó társulatról beszélünk, és hát végül is légvonalban elég közel is van a Margit-szigethez, úgyhogy nem kell hosszan utazni, de mindenképpen fontosnak tartom ezeket az együttműködéseket, mint ahogy a Margit-szigetnek állandó partnere például a Magyar Állami Operaház, tehát mind az együttes, mind a kórus, mind a zenekarral nagyon, most volt a Carmen bemutatónk például Calixto Beito rendezésében, ami egy zseniális mű volt, és hát itt nem is tud valószínűleg úgy a továbbiakban, itt Magyarországon nincs olyan színház, ahol ilyen kiteljesedett formában tud realizálni. Jó, de akkor a Kabaré, ez pedig július 9-10. Ezt jegyezzék meg a nézők, akik szeretnének menni. Köszönjük szépen. Ott leszünk. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen.